kutya viselkedése tükrözi a gazda tudatosságát. És ezért is hívjuk egyébként tükörmódszernek. Nem is kutyaiskolákat működtettünk igazából. Annak nevezzük, hogy eljönnek az emberek, becsapjuk őket, mert nem kutyaiskolába jönnek, hanem gazdaiskolába jönnek. A kutya képes arra, hogy a kommunikációjával sokkal figyelmesebben forduljon a környezet felé, vagyis a kutya abban tűnik ki az állatvilágból, hogy más fajokkal kommunikál. A kutya ösztönlényének az irányítása, ezt tanulják a gazdák, és tanulják azt is, hogy hogyan kell tanítani. Kettő nem ugyanaz. A kutya hihetetlen jól működik. Ez a kutya világ egyik legagresszívebb fajtája. És óvodákba jár. És gyerekek húzogatják a fülét. És esze ágában nincsen megtámadni a gyerekeket. Ez egyetlen egy dolog kell, hogy a kutya tiszteljen. A viszonyi rendezés az ösztön kezelés, hogy gyakorlatilag erről szól. Je rêve à tes yeux qui se posent sur le monde, qui se posent sur le monde, et je rêve à tes mains qui se posent sur le monde, au plus loin du mien, et je rêve à tes yeux qui se posent sur le monde, qui se posent sur le monde, et je rêve à tes mains qui se posent sur le monde, au plus loin du mien. Je rêve à tes yeux qui se posent sur le monde, qui se posent sur le monde. Je rêve à tes mains qui se posent sur le monde. Minél tudatosabb vagyok a kutyával való viszonyomban, annál jobb és annál kiegyensúlyozottabb a viszony közöttem és a kutya között.